Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a következő videómhoz. Valószínű, hogy láttátok már ezt a kinézetet. Azt hiszem, hogy kétszer is, ha minden igaz. Nagyon közel kezdünk a mai napon, ugyanis nem más fogunk kipróbálni, mint a mágneses műszempillát. Tudom, hogy nagyon le vagyok maradva, iszonyatosan le vagyok maradva. Szerintem rajtam kívül már mindenki próbálta ezen a földgömbön a mágneses műszempillát, én ebből a trendből még kimaradtam. Apropó trend, a Trendy Tápnak a pilláját vettem meg, és ezt fogom kipróbálni. Az elvet valószínű, hogy mindenki tudja már, hogy hogy működik. A mágneses műszempilláknál nagyon egyszerűen van egy felső és egy alsó réteg, amit össze kell pattintani, és így marad meg a szempilládon. Semmi ragasztó, semmi, nem tudom én még, hogy mi lehetne. Nincsen szükségetek semmire, csak magára a pillára, és a levétel pont ilyen egyszerű, mint a felrakás. Megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a szempillám, amikor csak szempillaspirál van rajta, utána pedig megpróbáljuk együtt feltenni ezt. Így néz ki a szemem csak a saját szempillámmal kispirálozva. Feltettem közben egy rúst is, ami az Inglotnak a Kiss Catcher, itt van, Dusty Pink árnyalata, gyönyörű, fantasztikus rúzs. Most kaptam őket egyébként az Inglottól, szerintem egy hete körülbelül. Nem tudtam még minden színt kipróbálni, viszont a nudokat azt már végig próbáltam, és ez a kedvencem, ez a Dusty Pink gyönyörű árnyalat, és nagyon krémes, nem száradt tőle a szám, úgyhogy szerintem egy új kedvencet üdvözölhetünk a csatornán. De a lényeg, ami miatt itt vagyunk, be vannak ragasztva, vagy csak ez is mágneses. De furala! Így néz ki az egyik. Ez egy felső, ez pedig egy alsó. Melyiket kell először rakni? Valamiért én úgy érzem, hogy talán az alsót raknám először. Egy nagyon-nagyon picit megpróbálom meghajlítani a bendet, hogy ne legyen annyira egyenes, és egy kicsit talán rugalmasabb legyen. Vagy talán rakjuk a felsőt, és az valamennyire úgy fog maradni. Próbáljuk meg így. És akkor... Holy! Úristen, de erősen tartja. Oké, ez nagyon kint van. Júj! Oké, gyakorlás. Abba biztos vagyok. Szükségem van egy erősebb szemöldök csipeszre, és normálisan, amennyire csak tudom, beillesztem. Oké, király, hurrá! A szemöldök csipeszemhez hozzáragadt a pilla. Mert ugye mágneses. Jó. De ezt hogy fogom tudni? I don't get it. Hogy fogom ezt tudni úgy rakni, hogy ne csúszson így le? Wow! Ezt nem értettem én soha ebbe. Hogy fog ez jól kinézni? És teljesen tönkretettük a sima spirálomat is. Próbáljuk meg a másik oldalt. Hát, ha a másik oldalon ráérzek, és következőleg már menni fog. Tehát, megint hozzáragad. Lehet, hogy tartanom kellene? Nekem ez nem megy. Mennyivel egyszerűbb egy sima ragasztós műszempillát felrakni? Pedig ennek ugye az lenne a lényege, hogy egyszerű legyen. Jelezném, nem az. Nem tudom teljesen felnyomni oda, ahol a helye lenne. Oké, ahhoz képest ez nem lett rossz. Csak ugye a szívás, hogy miután ezt felrakod, egy pillanatra nem tudod igazgatni, mert annyira össze van ragadva. Megpróbálom feltenni a másikat, hogy vajon sikerül-e nagyjából egyformán. Mm.
Lehet, hogy megfejtettem. Azt hiszem. Azt hiszem, hogy megvan a cheat code a mágneses pillához, de adjatok még egy percet. Volt már rosszabb, az biztos. Egy nagyon picit, hogy javítsunk a pillán. Ez egy nagyon mini, de annál hasznosabb trükk. Hol az ecsetem? Eddig amúgy őszintén megmondom, hogy nekem nem ez a legkényelmesebb pilla, de amit igazából mondani szerettem volna, hogy egy nagyon picit ugyanazzal a szemhéjpúderrel, amivel a tusomat csináltam, kihúzom a belső sarkot is a pilláig. Igaz, hogy nem fekete-feketével lenne tökéletes, de kihúzom a belső sarkot és megpróbálom összemosni a pillát. Ez egy nagyon jó trükk, amit sima műszempillánál is tudtok használni, hogyha véletlen nem sikerült szépen felrakni. Kiegészítitek azokat a részeket, ahol úgy látjátok, hogy nagyon árulkodó a jel, hogy műszempilla van rajtatok, és egy kicsit szemben beleolvad. Így elsőre nem vagyok benne biztos, hogy ez a legkényelmesebb pilla, ami valaha volt rajtam, de azt hiszem, hogy megfejtettem. Úgy tudtam felrakni egyedül, kétszer ugyanúgy, hogy a felsőt teszem fel először, és nem a szempillámra teszem, konkrétan a szemhéjamra teszem rá, majd, és nagyon fontos, hogy műanyag csipeszt kell használnunk, majd az alsó pillát egészen a felső vízvonalattól kezded el húzni, egészen addig, míg meg nem fogja a mágnest. A mágnes nagyon lassan elkezdi összehúzni a pillákat, majd fentről elkezded annyira lehúzni, illetve alulról annyira felhúzogatni a pillát a bennél, tehát a kis kötésnél, az alapjától fogva, nem a pillát kezded elhúzni, hanem alulról inkább így tologatod, amíg össze nem ér, és úgy nem áll, ahogy te szeretnéd, hogy álljon nagyjából. De az, hogy fixen mindig ugyanúgy fel tudod-e tenni, illetve tökéletesen fog-e állni, ez számomra még kérdés. Fogom próbálgatni, abba biztosak lehettek, és megpróbálok rájönni, hogy a legjobb. De elsőre egyébként szerintem egész jó, nem néz ki rosszul, meg magának a pillának is nagyon szép formája van. Úgyhogy ennyi volt az első mágneses műszempilla kipróbálásom. Fogom tesztelgetni, meglátjuk, hogy a mai napon hogy fogja bírni a strapát. Nem hiszem, hogy le fog esni, olyan stabilan van a szememben, hogy konkrétan érzem, nagyon minimálisan, de érzem a húzást, ahogy rajta van a pilláimon. Kíváncsi vagyok, hogy ti használtátok-e már, szeretitek-e, és hogyha egy picit is hasznos volt a videó, akkor dobjatok nekem egy lájkot, várom a kommenteket, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk, sziasztok!